Portfolio Podcast Lab. Mindenkit üdvözlünk, sziasztok! Ez a Checklista, a Portfolio podcastje, szeptember 23-án hétfőn. A mai műsorban három témát dolgozunk fel. Elsőként, hogy ingatlan piaci szempontból milyen különleges helyzetben vannak az ártéren épült ingatlanok. Nem ritka az, hogy találunk olyan ingatlanokat, amik a piaci árnál, tehát az adott településen, vagy az adott városrészben megépült ingatlanokhoz képest akár 20-30%-kal olcsóbbak, és sok esetben az emberek nem is igazán tudják ennek a mértjét, és ez tipikusan az a kategóriává válhat, ami túl szép, hogy igaz legyen, és ezekre az ingatlanokra általában sokan le is kapnak érdeklődőként, és hogyha nem kellőképpen alaposak, akkor csak ilyen rendkívüli helyzetben döbbennek rá, hogy miért is volt ez az ingatlan olcsóbb annyival, mint amennyire elsőnek tűnt a szokásos piaci árakhoz képest. Vendégünk Balog László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője. A második részben a friss kereseti statisztikát elemezzük Hornyák Józseffel, a Portfólió makroelemzőjével. Végül szó lesz a hamarosan kezdődő Brain Bar jövőfesztiválról is. Erről Bai Bettit, a rendezvény főszervezőjét kérdezzük. Én Szász Péter vagyok, a Portfólió podcast szerkesztője, ez pedig a Checklist szeptember 23-án. Az árvíz fokozatosan elhagyja Magyarország területét, és bár nem volt olyan magas a vízállás, mint 2013-ban, bejárták az internetet azok a fotók és videók, amelyeken az ártérben épült, és egyébként láthatóan nem is kisértékű házak állnak vízben, gyakorlatilag a teljes földszintjük víz alatt állt napokig, vagy áll még mindig. Arról kérdezzük Balog Lászlót, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértőjét, hogy hogy néz ki ezeknek a házaknak a piaca, eladható-e egyáltalán egy ilyen ház, hogyha valaki mondjuk megelégeli, hogy egy esetleges árvíz esetén lakhatatlanná válik. Szia, üdvözöllek a műsorban! Szerint üdvözlöm a kedves hallgatókat! Ugye ártérbe épült házakról beszélünk. Mennyivel olcsóbb egy ilyen ingatlan, mint egy hasonló adottságú, de mondjuk a Dunától 100 vagy 200 méterrel beljebb épült ház? Ezeknek az ingatlanoknak megvan a maguk vonzere és a maguk veszélye is egyben. Egyrészt az, hogy sokkal közelebb vannak a folyóhoz, ami békeidőkben, tehát amikor nem árad a Duna, vagy bármelyik más nagy folyónk, ez kifejezetten vonzó is lehet egy egyszer ingatlan vásárló számára. Viszont vannak olyan időszakok, és ahogy elnézzük itt az előrejelzéseket, egyre gyakoribbá válhatnak azok a jelenségek, amiket most az elmúlt napokban, az elmúlt hetekben megtapasztalt az ország. Mégpedig az, hogy ezek a folyók kilépnek a medrükből, és elöntik az adott folyó árterében található ingatlanokat is. Más kérdés, hogy megér az is egy külön egy misét, hogy hogy épülhetnek ártérben ilyen ingatlanok, de ettől függetlenül az értéke az befolyásolja ezeknek az ingatlanoknak azt a helyzetet, azt a lokációt, ahol ezek felépültek. Nem ritka az, hogy találunk olyan ingatlanokat, amik a piaci árnál, tehát az adott településen, vagy az adott városrészben megépült ingatlanokhoz képest akár 20-30%-kal olcsóbbak, és sok esetben az emberek nem is igazán tudják ennek a mértjét, és ez tipikusan az a kategóriává válhat, ami túl szép, hogy igaz legyen, és ezekre az ingatlanokra általában sokan le is kapnak érdeklődőként, és hogyha nem kellőképpen alaposak, akkor csak ilyen rendkívüli helyzetben döbbennek rá, hogy miért is volt ez az ingatlan olcsóbb annyival, mint amennyire elsőnek tűnt a szokásos piaci árakhoz képest. Ezek szerint ezek az ingatlanok eladhatók, mert én azt gondoltam volna laikusként, hogy ezek kicsit olyanok, amelyekbe az ember beleragad, a tulajdonos beleragad, hiába gondolja azt, hogy ő nem szeretne 10 évente, adott esetben 5 évente kiköltözni a házból, és attól aggódni, hogy esetleg összeomlik, hogy nem lesz olyan ember, aki akár féláron is megvenné, de akkor ezek szerint, amit mondasz, az alapján az derül ki, hogy abszolút eladhatók, csak óvatosan kell vele bánni. Igen, az ingatlan piacon tulajdonképpen az ár, az mindig a kereset és a kínálatnak a függvénye, és gyakorlatilag nincsen eladhatatlan ingatlan, csak túl magas ár. Hogyha egy ingatlan ára tükrözi az adott épületnek, vagy az adott lakásnak az adottságait, ami lehet ez pozitív is, vagy negatív, akkor a vevők biztos, hogy ezt beárazzák, és ennek fényében fognak ajánlatot az adott ingatlanra. A jelenleg ingatlan helyzetben biztosak lehetünk abban is, hogyha valaki például egy jó minőségű ingatlanba szeretne költözni, de nincs annyi pénze, hogy ezt olyan
árvízbiztos töleten vásárolja meg, ami számára megfizethető, akkor azban is biztosak lehetünk, hogy lesznek olyan vásárlók, mert ugye minden ingatlan csak egyszer kell eladni, akik jelentős diszkont mellett hajlandóak lesznek bevállalni ezt a kockázatot, hogy 5 évente, 10 évente, 15 évente, ilyen veszély fenyegeti azon. Más kérdés egyébként, hogyha valaki például gyanútlanul sétálna bele ebbe a történetbe, és például hitelt is fölvenne rá, akkor ezek az ügyletek hamarabb elvéreznek annál, mint hogy megköttestenek, mert sok esetben nem kiderül, hogy nem minden bank hitelez ilyen ingatlant, vagy még hogyha a bank hitelezne is ilyet, a biztosító már nem ad ajánlatot, ami ugye a hitelszerződésnek létrejöttének az egyik előfeltétele, lévén, hogy ártéri vagy árvízveszélyes ingatlanról van szó. Tehát ebből a szempontból a vevők bizonyos értelembe véve talán biztonságban is lehetnek, de sokkal inkább a kereset kínálat az, ami eldönti, hogy egy ingatlan mennyit ér a piacon, és hogyha most az elmúlt években azért láttuk, hogy az időjárás egyre szélsőségesebb formákat ölt, valószínűleg aki most az elmúlt napokban lement árfolyam hatására ingatlant vásárolna, az fokozottabban ügyel arra, hogy milyen ingatlant vesz. Van-e azzal kapcsolatban valamilyen tapasztalatotok, hogy egy ilyen árvízi helyzet, tehát amikor napokon keresztül vízben áll egy ház, ez milyen állagromlást eredményezhet, vagy ez túl általános? Vannak olyan helyei az országnak, például a város közepében található Rupa-sziget, ahol az ingatlanok már eleve úgy épültek meg, hogy kalkulálnak azzal, hogy például a Duna időről időre kijönt a medréből, és ezeket az ingatlanokat tulajdonképpen oszlopokra, törökökre építették. Egy ilyen ingatlan esetében az okozott kár az sokkal szerényebb, mint hogyha valaki tényleg egy jelenlegi ártérben, vagy ott esetben jövőbeni ártérben építkezik, hiszen azt se felejtsük el, hogy ha egyre szélsőségesebb formát töltenek ezek a természeti jelenségek, akkor olyan területek is szóba jöhetnek árvízveszélyes szakaszként, amik most még úgy tűnnek, hogy biztonságban vannak. Hogyha erre nincsen felkészülve az építető, az ingatlan tulajdonosa, akkor ez a kár időről időre visszatérő lehet, és itt most nem csak arról van szó, hogy 15 évente jelentős beázással kell kalkulálni, hanem ezeknek a korrekciója, ezeknek a korrigálása is jelentős összegeket lehet igénybe, hogyha amúgy egyébként az adott ingatlan vízbiztos, tehát jól van szigetelve, és amúgy a talaj felől érkező víz ellen jól szigetelt, akkor ez nyilván nem okoz akkora problémát, mint hogyha az esetlegesen megemelkedő talajvíz kikezdené a falakat is, amiket viszont utólag már sokkal nehezebb szigetelni, és ezeknek az utólagos korrekcióknak a költsége is 10 milliós nagyságrendet vehet igénybe egy korábban vagy egy frissen épült ház esetében. A korábbi tapasztalatok alapján felpöröge az ártéri ingatlanok piaca egy árvíz után? Gondolok itt arra, hogy az eladók esetleg azt mondják, hogy jó, akkor ennyi volt. A vevők meg esetleg arra appellálhatnak, hogy ha most volt árvíz, akkor lehet, hogy a következő 5-10 évben nem lesz, és akkor talán most megéri megvenni az ingatlant, vagy ilyenről szó sincs. Sokan a jelenlegi árhullámot a 2013-as árvízzel hasonlítják össze, viszont fontos azt látni, hogy azt most teljesen más arcát mutatta a lakáspiac. 2013-ban még vastagon gyalogoltunk abban a ingatlan piaci válságban, ami a globális pénzügyi válságból és a hazai devizahiteles válságból gyűrűzött be a hazai ingatlan piacra, akkor nem volt olyan nagy kínálat, és nem is volt olyan nagy kereslet az újépítési ingatlanok esetében. Most viszont az ingatlan piac már élénkült, bizonyos igények már megjelentek, így azok egyébként, akik már ilyen ingatlan vásároltak, tehát már benne laknak 10, 15 vagy akár 20 éve is egy árvíz által fenyegetett térségben az otthonukban, azt látjuk, hogy már érzelmileg is kötődnek ahhoz a helyszínhez, és legyen szó akár kilakoltatásról, árvíz idején, vagy akár az ingatlan eladásáról, nagyon nehezen szülik rá foguk. Tehát arra nem számítunk, hogy most tömegesen jelennének meg mondjuk szeptemberi római parti ingatlanok az ingatlan piaci kínálatban, hiszen aki ott vásárolt ingatlant, vagy már ott él évek óta, ezekkel a veszélyekkel nagy valószínűséggel már tudatában van ennek, és ennek fényében hozta meg ezt a döntést. Az a nagy kérdés, hogy amit most láttunk a jelenleg levonuló árvíz esetében, milyen gyakran várhatunk hasonló jelenségre, milyen gyakorisággal fog ez a helyzet megismétlődni,
Mert hogyha 2-3 évente, vagy 4-5 évente ilyen árhullámokat tapasztalunk, akkor az komolyan elgondolkoztathatja az ingatlan tulajdonosokat, és a majdani vásárlókat is, hogy alaposabban nézzenek körbe, hogy milyen ingatlant szeretnének vásárolni, illetve az ingatlan tulajdonosok esetében fölmerül a kérdés, hogy mennyit ér meg az adott lokáció, hogyha adott esetben egy költözéssel mentesülni tudnának ezek elől a problémák elől. Értem, nagyon szépen köszönjük. Balogh Lászlóval, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértőjével elemeztük az árvízveszélyes területek ingatlan piacát. Köszönjük, hogy a rendelkezésünkre álltál. Köszönöm szépen. Mielőtt tovább mennénk a következő témára, Zsoldos Ákos, a portfólió makroelemzője elmondja, hogy milyen fontos piacbefolyásoló hírek várhatók még a héten. A hét legfontosabb eseménye a Magyar Nemzeti Bank kamatdöntése lesz, erre holnap délután kerül sor. Az elemzők várakozása szerint a jegybank holnap kamatot fog vágni, 25 bázisponttal csökkenhet a kamat. Ezen kívül Magyarországról érkeznek még munkaerőpiaci adatok, de érdemes külföldre is egy pillantást vetni, hiszen Európából konjunktúra adatok érkeznek. A beszerzési menedzserindex adatokból kiderül, hogy az európai gazdaságok hogyan teljesítenek szeptemberben, valamint Németországból érkezik IFO index, és ez szintén a német gazdaság szeptemberi alakulásáról fog egy képet adni nekünk. Az Egyesült Államokból érkezik a felülvizsgált amerikai GDP és a személyi fogyasztási kiadások második becslése. Ez az inflációs mutató, amit a Fed preferál a fogyasztói árindexel szemben, tehát ennek lehet némi piacmozgató hatása, hogyha a második becslésben foglalt számok eltérnek az előző becsléstől, valamint a hét vége felé közeledve elkezdenek érkezni az európai inflációs adatok, és pénteken Franciaországból és Spanyolországból érkezik meg a szeptemberi inflációs adat már. Megjöttek a júliusi béradatok, és ebből kiderül, hogy a keresetek növekedési üteme újra gyorsul, ugye az előző hónapban lassult, ami nem azt jelenti, hogy csökkentek volna a keresetek, csak lassabban nőttek. A bérkiáramlás a vállalati szektorban fokozódott, míg a költségvetési szférában lassult. Erről kérdezzük Hornyák Józsefet, a portfólió makroelemzőjét. Szia! Szia, Peti, sziasztok! Hogyan alakultak a bruttó és nettó bérek júliusban? Kifejezetten jól alakultak júliusban a keresetek. 13,9%-kal nőttek a bruttó átlagbérek Magyarországon. Ez gyorsulást jelent a júniusi 13,3% után, ami azt jelenti, hogy a bérdinamika gyorsult. Hát ezek igencsak kedvező számok. A bruttó átlagkereset 636.700 forint volt júliusban. A kedvezmények figyelembevételével pedig a nettó átlagbér 438.400 forinton alakult. A reálbérek is emelkedtek? Abszolút, a reálbérek is nagyon jelentős mértékben nőttek. Miután az infláció az idei évben már megszelidült és 4% körül alakul, ez alapvetően azt jelenti, hogy az elmúlt hónapokat 10% körüli reálbéremelkedés jellemezte éves alapon. Júliusban 9,5%-kal emelkedtek a reálbérek. Ami érdekes, hogy a vállalati szektorban 8,4%-os volt a reálbéreknek az emelkedése, a költségvetési szektorban pedig 13%-os. Ez alapvetően abból adódik, hogy az idei évben a költségvetési szférában gyorsabban nőnek a keresetek, mint a vállalatoknál. Szoktunk beszélgetni a mediánbérről nem csak azért, mert ez jobban megfogja a valós életviszonyokat, hanem arról is szoktunk beszélni, hogy a mediánbérek jobban közelítenek, vagy jobban emelkednek, mint az átlagbér, és ez azt eredményezi, hogy a legkisebb fizetések kicsit felzárkoznak. Most júliusban szintén láttunk ilyet. Igen, abszolút, a mediánbér az júliusban is kedvezően alakult. Ugye ezzel kapcsolatban érdemes elmondani, hogy a mediánbér az, aminél a dolgozóknak az egyik fele kevesebbet, míg a másik fele több pénzt keres. Sokan az átlaghoz társítják ezt, pedig alapvetően valójában az átlagbérnél a dolgozóknak a kétharmada kevesebbet keres. A mediánbérről, amit elmondhatunk, hogy júliusban 16,5%-kal emelkedett, ami gyorsulást jelent az előző hónaphoz képest. Bruttóban 524.000 forintról beszélhetünk, a nettó mediánbér pedig 348.500 forint volt. Kicsit beszéljünk kérlek arról, hogy a rendszeres keresetek hogyan alakultak. Azért is fontos ez, mert ugye az elmúlt hetekben itt a portfóliónál is
írtunk róla, meg beszéltünk is róla, hogy a kormány a rendszeres bruttó bérekhez szeretné majd valamelyest felzárkóztatni a minimálbért. Tehát a kérdésem, hogy mit látunk a rendszeres bérek növekedésében, és mit látunk a prémiumoknál. Nos igen, a rendszeres keresetek a figyelem középpontjába kerültek az elmúlt hetekben. De a kormányzatnak az a célja, hogy szeretné a rendszeres kereseteknek az 50%-ához felzárkóztatni a minimálbért. Az elmúlt hetekben ez körvonalazódott a kormányzat, a vállalatok és a dolgozói érdekképviseletek tárgyalásán. A bruttó rendszeres átlagkereset 602.000 forint volt júliusban, ugye ez azt jelenti, hogy a minimálbérnek ugye az 300.000 forint környéki minimálbért jelentene, hogyha az 50%-áról beszélnénk, de ugye 2027-re érné el a kormány ezt a szintet, tehát azért még van idő arra, hogy a minimálbért ide emelje. A rendszeres keresetek tekintetében is egyébként egy jelentős növekedést látunk, 14,3%-os volt az előző év azonos időszakához képest. Ez még kissé meg is haladja az átlagbér növekedési ütemét, ami azt mutatja, hogy a rendszeres bérek valamelyest nagyobb mértékben nőttek, mint a prémiumok. A vállalati szektorban egyébként megközelítette a 600.000 forintot, a költségvetési szektorban is hasonlóan alakult, a non-profit szektorban pedig 630.000 forint volt a rendszeres béreknek az alakulása júliusban, tehát alapvetően azt mondhatjuk, hogy itt is egy igen jelentős mértékű, erőteljes növekedésről beszélhetünk. Szerinted ez folytatódni fog az év hátralévő részében? Ugye egy részét azt már átéltük, de a statisztika az kicsit késve követi ezeket. Tehát a kérdésem, hogy ez a lendületes bérnövekedés, ez 2024 második felét vagy végét is jellemzi-e majd? Igen, alapvetően most már arra lehet számítani, hogy a gyors béremelkedés az fennmarad az év egészében. Az év elején még volt egy olyan várakozás, hogy a vállalatok csak 5-10% közötti mértékben szeretnének fizetéseket emelni. A legtöbb felmérés az azt mutatta, hogy a cégvezetők ilyen mértékű béremelkedésre készülnek. Ugye alapvetően a bértárgyalások azok az év legelején, vagy pedig az év tavaszán zajlanak le, és ezek azt mutatták, hogy kétszámjegyű mértékben emelkedtek a bérek Magyarországon. Nincs okunk azt feltételezni, hogy a következő hónapokban valami nagyon megváltozna a gazdasági folyamatok tekintetében, tehát alapvetően magas marad a bérdinamika a következő időszakban is. Mindez valószínűleg alacsony inflációval is fog párosulni, 4-5% közötti inflációs számokat látunk majd, ez pedig azt eredményezi, hogy a reálbéreknek a növekedése is hasonlóan gyors, 8-10%-os lehet a következő hónapokban is. Köszönjük szépen! Hornyák Józseffel, a portfólió makroelemzőjével beszélgettünk a friss béradatokról. Köszönjük, hogy a rendelkezésünkre álltál. Köszönöm szépen, sziasztok! Következő műsorszám támogatott tartalom, a Portfólió a Brainbar kommunikációs partnere. Az idén 10. alkalommal rendezik meg a Brainbart, amely ennyi idő alatt Európa legnagyobb jövőfesztiváljává vált. Az idei rendezvény tematikájáról, programjáról kérdezzük Bai Bettit, a Brainbar főszervezőjét. Szia, üdvözöllek a műsorban! Hello, szia! Kérlek, kezdjük azzal, hogy mi az idei rendezvény tematikája? Nálunk a tematika az mindig a jövő, ez a fő témánk, mindig a jövőről beszélgetünk, és minden évben azokat a témákat szedjük elő, amelyekről azt gondolják, hogy a lehető legnagyobb mértékben fogják befolyásolni a jövőnket. Ez ugye, mi szeretünk azért a közeli jövőről beszélgetni, legfőképp azért látszik is, hogy manapság már olyan sok bizonytalanság van a világban, hogy nem kell olyan nagyon távlati célokat kitűzni ahhoz, hogy mondjuk kérdéseket tudjunk feltenni a jövőnkkel kapcsolatban. Úgyhogy azokról beszélgetünk, amik az elkövetkező 5-10-20 évben befolyásolni fogják a világunkat. Ebben van nagyon sokféle tematika, beszélünk gazdaságról, beszélünk politikáról, kultúráról, beszélünk mindennapi életnek a dolgairól, szociológiáról, pszichológiáról, úgyhogy szerintem bárki is eljön hozzánk a fesztiválra, meg fogja találni a neki tetsző témát.
Ki tudnál emelni néhány fontosabb előadót, akinek az előadására igazán érdemes elmenni? Nagyon nehéz, legfőképp azért, mert ugye két nap alatt több mint 150 előadó lesz nálunk. Ugye ilyenkor a Magyar Zeneházában és a körülötte lévő parkban 5 színpadon mennek folyamatosan nálunk a programok, úgyhogy szerintem nagyon sok izgalmas arc lesz idén is a színpadjainkon, de amit például én az egyik legjobban várok, például lesz egy sztártudósokkal lévő beszélgetés, magyar sztártudósokkal, akiket ugye szerintem mindannyian ismerünk, ők Csányi Vilmos, Mérő László, Gelencsér András és Domokos Gábor. Nekik fogjuk feltenni azt a kérdést, ami az idei mottónk is, hogy te hiszel-e még a jövőben? És nagyon kíváncsi vagyok, hogy ők mit fognak rá válaszolni. Biztos vagyok benne, hogy nekik van egy sajátos nézőpontjuk, és nagyon kíváncsi leszek arra, hogy ők mennyire optimisták vagy pesszimisták az emberiség kilátásaival kapcsolatban, de ugyanilyen izgalmas lesz szerintem, hogy jön hozzánk egy német tudós, Lars Hitka, aki a méheket tanulmányozza, és szerintem a méhekkel kapcsolatban nagyon sokan hiszük azt, hogy ugyan már ők csak méhek, és mindent tudunk róluk, de valójában szerintem nagyon érdekes, hogy a méheknek a személyiségét kutatja, és mesél nekünk majd arról, hogy hogyan ismerik fel az emberi arcokat, hogyan használnak eszközöket, hogyan tanulnak, vagy hogyan oldanak meg problémákat, és ez például szerintem egy igazi brainbáros beszélgetés lesz, mert hogy a brainbáron ugye nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy megmutassuk a nyilvánvaló dolgoknak az egyáltalán nem nyilvánvaló oldalát, és rámutatni arra, hogy az, amit eddig mi ismert dolognak hittünk, az valójában nagyon sok érdekes újdonságot tartogat, úgyhogy ezek nagyon izgik lesznek, de jön hozzánk például egy angol bárónő, Susan Greenfield, aki a világ egyik legsikeresebb agykutatója, és ő például az agyunk egy napját fogja nekünk bemutatni, hogy hogyan működik onnantól kezdve, hogy felkelünk, döntéseket hozunk, dolgozunk, tanulunk, beszélgetünk, hogy pontosan mi is történik bennünk, és ez is szerintem nagyon érdekes, és emellett szórakoztató tud lenni az, hogy belegondolunk esetleg olyan dolgokba, amikről nap mint nap történnek velünk, de nem szoktunk rajta gondolkodni, és szerintem mindig nagyon jó egy kicsit így megállni, és az ilyen dolgokat is áttanulmányozni. Úgyhogy nagyon sokféle téma lesz, tényleg nagyon sokat tudnék még sorolni, félek, hogy nincs is ennyi időnk. Mielőtt kérdeznélek a technikai részletekről, arra lennék kíváncsi, hogy most már, hogy 10 év áll a rendezvény mögött, milyen mérleget vontatok ebből? Tehát mennyire sikerül előre jelezni a jövőt? És ugye tudom, hogy ez most nagyon nehéz, hiszen egy olyan időszak áll mögöttünk, ami eléggé kiszámíthatatlan volt, ideértve a Covidot, ideértve a háborút. Mit látsz ebből főszervezőként? Ugye az nagyon fontos, hogy a Brainbar már 10 éve ingyenes a diákoknak és a tanároknak, mert ugye azt gondoljuk, hogy számukra kell a lehető legjobban hozzáférhetővé tenni ezt a tudást, és számukra alap kell, hogy legyen, hogy hozzáférnek ilyen típusú szakemberekhez, ilyen gondolkodókhoz, és ez azt is jelenti, hogy mi 10 éve nagyon-nagyon sok diákkal vagyunk beszélgetésben, van akikkel napi kapcsolatban. Ugye az elmúlt 10 év alatt nagyon sok diákot ismertünk meg, egy fesztivál alatt is több ezren megfordulnak nálunk ugye a rendezvényen, és egész évben tartjuk velük a kapcsolatot, szóval azt kell mondjam, hogy nagyon sok beszélgetésen vagyunk túl velük, és azt látjuk, hogy nagyon nagy a bizonytalanság bennük. Szerintem ezt nagyjából mindenki érzi a bőrén, a mindennapi beszélgetéseiben, kapcsolataiban is, hogy ebben a mai világban nagyon nehéz kapaszkodót találni, mert tényleg nagyon bizonytalan az, hogy egyáltalán mi lesz holnap, nem csak, hogy mi lesz 5-10 év múlva, ha csak azt nézzük, hogy merre alakul a mesterséges intelligencia és az ember viszonya, elveszi a munkánkat, megöl-e, vagy éppen ő fog minket megmenteni, vagy hogy tényleg mi a helyzet a világjárványokkal, lehet-e még ilyenekre számítani. Azért most itt van ez az árvízhelyzet is, idén már harmadjára, ami azért egy meglepő szituáció, úgyhogy például kiemelten fogunk foglalkozni a klímaválsággal is, vagy hogy egyáltalán hogyan tudjuk még a jövőben élhetővé tenni a bolygót, vagy hogyan tud élhető maradni. Szóval, hogy nagyon sok ilyen téma van, és mi ezért látjuk azt, hogy nem lehet a jövőről eleget beszélni, és ez például egy nagyon nagy tanulsága az elmúlt 10 évnek, hogy
lehet, hogy volt olyan pont, ahol esetleg azt gondoltuk volna, hogy mi lesz majd akkor, ha kifogyunk a témákból, de hát látszik, hogy nem tudunk kifogyni, mert látszik, hogy a fiataloknak nagyon sok kérdésük van, és ennek mi nagyon örülünk, mert ugye a fesztivál direkt ezért is találtuk ki, és azért hozzuk itthonról is, és külföldről is ezeket a neves szakértőket, ezeket a nagy gondolkodókat, hogy őket hozzáférhető közelségbe tegyük a diákokhoz, legyen lehetőségük kérdezni, és mi a kérdésekben és a beszélgetésekben nagyon hiszünk, és azt látjuk, hogy az elmúlt 10 évben a diákoknak nemhogy elfogytak volna a kérdéseik, hanem folyamatosan szaporodnak, úgyhogy mi azt reméljük, hogy ezeknek a kérdéseknek a megválaszolásában tudunk nekik segíteni. És hát igen, nehéz, nincsen nekünk sem egy üveggömbünk, nehéz megjósolni, hogy mi lesz. Viszont azért azt látjuk, hogy nagyon sok olyan mondás volt már a színpadunkon, ami azért vagy bejött azóta, vagy igaznak bizonyult, és hát például az is szerintem egy érdekes dolog, hogy mi azért nagyon sok szempontból a fesztiválon szeretünk akár a kevésbé ismert gondolkodóknak is teret adni, és színpadra vinni őket, akikről azt gondoljuk, hogy tényleg fontos gondolataik vannak a jövővel kapcsolatban, és mondjuk Krausz Ferenc is nálunk fizikus már ott volt a fesztiválon, és utána kapott Nobel-díjat, ami nem tudjuk, hogy véletlene, ugye, de azért jól jelzi, hogy itt tényleg nagyon fontos gondolatok hangzanak el, és hát azt gondolom, hogy szerintem az elmúlt 10 évben sikerült olyan fontos témákról beszélgetnünk, amiknek a mai napig megvan a jelentősége. A végén még arra kérlek, hogy néhány technikai részletet oszd meg a hallgatókkal, mikor lesz, hol lesz a fesztivál például. Szeptember 26-27-én csütörtök pénteken leszünk a Magyar Zeneházában. Ez ugye az egész Magyar Zeneházát jelenti, illetve a körülötte lévő parkos területet, ilyenkor előzönlik a ligetet a különféle programjaink, meg ugye a sok ezer diák, aki eljön hozzánk. És igen, nagyon fontos, hogy a diákok, tanárok, ők ingyen regisztrálhatnak, de az, aki esetleg nem tud hozzánk eljönni, egyébként a 2 nagy színpadunknak a programját élőben streamelni is fogjuk a YouTube csatornánkon, úgyhogy ha valaki nem tud személyesen itt lenni, azért nekik is adunk teret arra, hogy tudják követni a programjainkat. Hogyha pedig már valaki nem diák, és kicsit idősebb, ő pedig simán tud jegyet vásárolni a honlapunkon, úgyhogy én nagyon biztatok arra mindenkit, hogy jöjjenek el, vegyenek részt a színpadjaink programjában, kérdezzenek nagyon sokat, és azt remélem, hogy mindannyian úgy fognak tőlünk hazamenni, hogy kaptak valami olyan szellemi rákcsálnivalót, amin el lehet aztán töprengeni hazafelé menet. Köszönjük szépen, Bai Bettivel, a Brain Bar főszervezőjével beszélgettünk az idei rendezvényről. Köszönjük, hogy a rendelkezésünkre álltál. Nagyon köszönöm. Ez volt már a Checklist, a Portfólió munkanapokon megjelenő podcastje. Ha tetszett a műsor és nem tetted volna, iratkozz fel a Checklist podcast csatornájára valamelyik nagyobb platformon, ahol jellemzően podcastokat hallgatsz. Ha segítenél nekünk abban, hogy minél több hallgatóhoz eljussunk, akkor értékelj minket azon a platformon, ahol a mai adást is meghallgattad. A műsor elkészítésében részt vett Bánhidi Bálint, szerkesztőjén voltam Szász Péter, új műsorra kedden jelentkezünk. Addig is minden jót, sziasztok!